csapjuk tetején a szél, mint szárnyát táró kismadár a fán, mint illatos földben megbúvó remény, mi sarjat, ha magvát eső sírja, s nap melengeti. Vannak körömös útjaim, hol ijeszt a farkas a medve, hol mégis gyöngyök urulnak tenyerembe, és vannak csilláló utak is, égig elérők, velem futnak a végtelenbe, mindezeket szeretem, és vannak utak, hol saruimat leveszem, ezek csönd útjaim nekem, veled lehetek ott, Uram. Ezután a szép vers után hadd köszöntsek mindenkit nagy szeretettel. Nem kell bemutatkoznom, mindenki ismer már, ugye évről évre, hónapról hónapra rendszeresen találkozunk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a nyugdíjas klub tagjait. A mai alkalommal talán arra számítottak, hogy én fogok valamit szokásomhoz híven előadni és bemutatni, ugye mindig valami jó kis témát előveszek. Ahogy legutóbb a filmzenéket ugye emlékeznek, még rá kellett kitalálni, hogy melyik fő címdal zene volt. Most egy újabb próbálkozásomnak tekintsék ezt a mai rendezvényt. Vámos Miklósra hivatkozva azt gondoltam, hogy én most vendégeket fogok hívni, emlékeznek a Lehetetlen című műsorára. Ő ott ezt csinálta, hogy vendégeket hívott, és aztán beszélgetett velük, és a végén még talán egy apró kis ajándékot is adott nekik. Azt gondoltam, hogy én ma ezt fogom tenni, és önöket erre hívtam. Itt látják a két vendéget, akit én azt gondoltam, hogy meg kell, hogy ismerjenek. Bertalan János nem kell bemutatnom, hogy már ismerik régről. Köszöntöm szeretettel, János, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. És most a tisztem azt, hogy bemutassam a hölgyet is, Hajnal Évát. Volt már Évi, akkor őt sem kell különösebben bemutatnom. Azért egy pár szót szeretnék mondani. Mindenképpen, bár ez lehet, hogy magánügy, de most nagyon büszke vagyok rá, 2 évig a Nagyvörös Gimnáziumban osztálytársak voltunk. Évivel nagyon jó volt a kapcsolatunk, aztán hát egy nehéz dolog miatt Évinek el kellett menni az iskolába, és nem együtt érettségiztünk, de az első 2 évben együtt jártunk a gimnáziumban, és ilyenkor az ember arra gondol, hogy hú, de jó, hogy vele jártam, és hogy ismerem az úta is. Tart a kapcsolat természetesen. Aztán itt tanított a nevelési központ egyes általános iskolájában. Nagyon-nagyon jó pedagógus volt. Szilágyi János díjat is kapott ezért, ami egy igen rangos kitüntetésnek számít. Erre is én is büszke vagyok, hogy teret és helyet adhattunk Évinek arra, hogy itt például a könyvtárban nagyon sokszor próbozta a gyerekeit. A színes színpad kapcsán heti rendszerességgel hozza a gyerekeket ide. És akkor sorolnám, hogy író, van egy drámacsoportja, tehetséggondozó, Puskásznak kell, mert annyiféle titulusa van, hogy ezt meg kell néznem, laptulajdonos, ugye a Literatúra magazin tulajdonosa és egy szerkesztője is Márkus Istvánnal együtt egy webes felületen, illetve egy Facebook felületen dolgoznak. És itt lehetőséget adnak egészen új tehetségeknek is arra, hogy kibontakozhassanak és versenyeket tölthessék ezekre a felületekre. Évi, hát nem akarok nagyon szakítani a szót, mert hogyha már Goltönöknél is ismerik, akkor a magyar ének rajszakos etikát is az alsó tagozatban a gyerekeknek tanította. Mi napi szinten találkoztunk Évivel itt a könyvtárban, és láttam, hogy ott foglalkozik a gyerekekkel, milyen a kapcsolatuk vele. Ő bár minden pedagógus ilyen lenne, és így dolgozna, úgyhogy már csak emiatt is örülök, hogy barátja és ismerőse lehetek Évinek. 2 verses kötete jelent meg eddig, a Lehetne vers és a Szóvadara. Ezekből 3, bocsánat, a harmadikat elhoztam, de ott van a radiátoron, meg könnyebb a kezembe, a szerelős. Mindegyiket esetleg utána majd megtekintetik. És akkor én nem is szaporítom tovább a szót, nagyon örülök, Évi, hogy te is itt vagy. És hogy ezzel a plénum előtt is egy kicsit beszélgethetünk akkor a versenyt, és át is adom János akkor a szót, és beszélgessünk akkor
hallgassuk meg Érintési Jánost. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. És meg kell férfiasan mondanom, hogy ez a közösség főleg azzal, hogy iszonyú sokan vannak. Ez annyira jó érzés, de megszoktam, hogy 50 évi tanítás alatt mindenféle közösséggel találkoztam már. De azért az jó érzés, hogy egy 80 körül az ember érzi azt, hogy vannak emberek, akiket érdekel az irodalom, érdekel a barátság. Na most valószínűleg meg soha nem mondtam, mások esetén mondtam. Ez az 50 év, ez nekem arról szólt, hogy az ember a klasszikus irodalmat tanítja, a klasszikus irodalmat olvassa, azt mondja. Én soha nem voltam igazándiból, oda nem vágyódtam arra, hogy én a mai magyar irodalomnak valamiféle provokátora legyen. De most, amikor észrevettem először, Isten tudja hány évvel ezelőtt az Évi rakosgatta föl a verseit az internetre, és akkor megváltozott a véleményem már, bocsánat, de hát azért ma is vannak igen kiemelkedő emberek. Most hát az egyik az, amivel önök most találkoznak. Higgyék el nekem, mondván, hogy egy hangyányival jobban értek hozzá, mint esetleg a sarki rendőr, de ez az irodalom, ez valami csodálatos irodalom, amivel ő itt jön, én nem győzöm nézegetni a verseit, és amennyire lehet felhasználom. Hát ennyit erről. Aki az interneten találkozik vele, vagy lesz egy csomó festmény, tessék elhinni, hogy eznek a férfinak Kovács Lajos, Emil Lajos, ez egy valami egészen csodálatos kis vers, amelyek ez éve még itt ott verseket is írt. Itt úgy fognak látni majd képeket, hogy fönn a kép, Laci rakott föl még melléje verseket is, hogy még olvashassák is. Ezek között lesz majd nyilván olyan is, amit még majd én is mondok, illetve majd Éva majd. Hallgassuk meg akkor az első videónkat. Ezt megvalóan őszintén nem tudom, ki mondja. De annyira tündérjel mondja ezt a Ha cím is verset Évinek. Ez a megköszöntő. Isten ölezéséből font széken kínálnék helyet. Hajnali napfényt töltenék poharadba, amint kortyolgatnám, elúsznának melletted a felhők, váratok pihennének a madarak. Ha nálam ebédelnél, tányírodba rejteném az erdők titkait. Ebéd után felolvasnék neked, minden mesék legszebbikét olvasnám, hogy közben elszúnyókálom. Nézném, hogy emelkednek és süllyednek melkosodó aranygombjai. Suttogásomat takargatnának. Ha velem vacsoráznál, megénekelném neked a mezők titratával. S a pacsirtával együtt dalolni, ha itt maradnál nálam hajnal, tücsök zenéből készíteném ágyat, tiszta folyókból szőném takaró. Sejmek csendjével rajzolnám tenyeredbe a teremtő mosolyát. Bizonyára részletet tetszettek benni, most hogy a... Közelebb a mikrofon. Igen? Aha. Így? Na, azt akartam mondani, hogy bizonyára észrevették, hogy van egy Sipos Gergő, Sipos Gábor Gergő nevű vendég is még, de ő csak virtuálisan van itt. A múltkori előadáson az Asztöldől, akik említettek, és Ivának a verseit megzenésítette az első beköszöntő egy Bach számon, mivel ő következik.
Kérem szépen, csak egy mondatot már, György is mondott már életével kapcsolatban dolgokat. Én mindezzel csak annyit mondanék, hogy azt hiszem, hogy nem egy iskolába tanítottunk, én a gimnáziumban voltam, ami az egyes iskolában volt, de azért ez a barátság, azért ez nagyon fontos az ember életében, még akkor is, hogyha valamennyire távol vannak. És nyilván az irodalom köszönöm minket, és akkor így tisztelt meg azzal, hogy végül is eljött ide. Kérem szépen, lesz egy olyan képünk, amikor majd föl, menjünk tovább, menjél, Laci. Amikor az életének és a pályafutásának a képeit Laci fölírta, hogy ez azért bőségesen nézegetessék, hogy kivel ülnek szemben, meg a fehér ember
ezt nem tudja megsorolni, mert annyi minden dicsőséget összehordott itt a világ számára, hogy ez egyértelműen is világosan jól látszik. Jó, no, kérem szépen, van néhány képünk, amely azokat a városokat említi, amelyekben megfordul. Tessék majd nézni, hát nem nehéz felismerni, ez Bécsről szól, azok kívül odaírt a Laci. Akkor tessék a következő, Komló. Az életben nem gondoltam, hogy Komlóról lehet ilyen jó képet csinálni. Na, de az igazi Hetz, Sárpán. Ki gondolta volna, hogy Sárpánnél szép tud lenni. Ez is, és van még egy hertelendünk is. Most kérem, ez a négy település talán a legmeghatározóbb, nem vagyok benne biztos, hogy minden úgy van, ahogy én ezt mondom, de azért körülbelül ezeket illik ismerni. Nos, odaadnám Ivának a szót azzal, hogy ne is annyira az életéről beszéljen, hiszen az írás is volt, meg Gyöngy is mondott már sok mindent, hanem inkább arról beszéljen, ami igazán izgalmas, hogy tanított, hogyan foglalkozott a gyerekekkel, mi mindent csinál. Lehet, hogy önöknek is mondtam már, többfelé elsütöttem ezt a megoldást, hogy harmadik osztályos gyerekeket tanított, tehát 9 éveseket, és egy pályázat révén beírta a nevemet egy költészettapi összejövetelre. Ott voltunk hátul olyan formában, és még meghívott egy pécsi színésznőt, egy művésznőt, hogy segítsen verseket felmondani. Én örömmel vállaltam természetesen, csak amikor még belegondoltam, az életben nem jutott. Mit lehet a te szeretnék gazda menni, és az alkotó kívül? Mit lehet még József Attiláról mondani? 9 éves gyerekek mit kezdenek vele? A művésznő is ezt kérdezte tőlem, amikor leültünk beszélgetni, és kiderült, hogy a gyerekek velük mondták a verseket. Tessék bele gondolni, 9 éves gyerekek, mindenkinek van, volt biztos egy gyereke, kisgyereke, unokája van, és igazán lehet tudni, hogy egy gyerek az mennyi mindenre nyitott, de azért mégis József Attilát valamilyen módon megszerettetni és értetni a maguk szintjén, az nagyon nagy dolog. Igen, próbálja meg ezeket a jobb dolgokat a pályafutásáról elmondani. Köszönöm szépen. Hát nem nagy dolgokat fogok itt most mondani, és nem különleges dolgokat. Teljesen egyszerű ez a dolog. Minden kisgyerek értékes, és minden kisgyerek tehetséges. Csak tudni kell azt, hogy hogyan hozzuk elő belőle a legmélyebb pontokról is azokat a készségeket, képességeket, a tehetség, meg azokat a vonulatait, amelyek még mélyen szomjadnak. És azt gondolom, hogy ezt a szeretettel és a játékkal és az örömmel, azzal, hogy élmény a tanulás, talán ezzel a legegyszerűbb előmozdítani. Hogyha egy kisgyerek valahol jól érzi magát, valahol örömben van és élmény közepette van jelen, azok a dolgok, amiket akkor eközben átél, az ő szívében megragadnak örökre. Ezt mondhatom, gondolom, hogy ez így is van. Ebben hiszek, hogy ez így van. És egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy én ide kerülhettem a nevelési központba, mert először, amikor még gondolkoztam rajta, hogy óvónő legyek, vagy tanítónő, sokáig nem tudtam eldönteni. És amikor a tanítóképzőbe jelentkeztem, utóbb végeztem el az óvónőképzőt is már, akkor hát utolsó évesként felvettek, akkor költöztünk be Bécsre, és felvettek engem az egyes iskolába, úgyhogy az utcáról mentem be, nem voltam senki ismerőse, és nagy boldogság volt, mikor kiderült, hogy itt egy olyan kísérlet működik, ahol nagy csoportban kezdheti a tanítónő azt a csoportot tanítani, aki később évben az osztálya lesz, és vagy harmadik év végéig, vagy negyedik év végéig taníthatjuk a gyerek, az ugyanezt a csoportot osztályfőnökként. Én nagyon örültem ennek, és a legnagyobb boldogság volt a számomra, hogy ezt ebben a kísérletben részt vehettem, ez még ugye eleinte volt csak kísérlet. Aztán, mikor már teljes gyakorlat lett, óvodaiskola lett a neve, 9-szer voltam így óvodában.
óvodai nagy csoportban egy évig, és ott megismerhettem a gyerekeket, azt az osztályt, akit ugye utána tanítottam, és hát nagyon-nagyon jó volt. Igazi óvodai munkát végeztem, de mégsem tudom ezt munkának mondani, mert akkora élmény volt minden nap, mert olyan rendkívüli dolgokat élhettem át a gyerekek között, hogy felejthetetlen. Ugyanakkor pedig megismertem őket, és már úgy tudtunk elsőben kezdeni, a magyar éneket rajzot, ahogy mondta Gyöngyi is, és később etikát is tanítottam, hogy minden kisgyerekkel onnan tudtam indulni, ahol ő tartott. Tehát nem kényszerítettem le a betűtanulást arra a kisgyerekre, aki már olvasott nagy csoportos korában, hanem ő neki más feladatokkal készültem, hogy ő neki is jó napja legyen. Mert azt gondoltam mindig is, hogy mindenkinek joga van fejlődni azon a napon, amikor ő az iskolában van, azon az egy napon is, minden napon. És ezért nagyon nagy lehetőség volt az óvodaiskola is, meg az is, hogy egész napos rendszerben tanítottam. Tehát volt az úgynevezett szabad órák, ezért meg tudtam tenni azt, hogy a legtöbbször, amikor csak alkalmam adódott, szőnyegen ülve kezdtük a napot. Megbeszéltünk mindent, ami a gyerekeket foglalkoztatta, azt is, ami engem foglalkoztatott, azt is. Tehát volt lehetőségünk beszélgetni. Ez nagyon érdekes volt a számomra, mert volt olyan kisgyerek, akinek csak a beszédbátorságát, csak, ezt idézőjelben mondom, a beszédbátorságát kellett megerősíteni. Volt olyan, akinek pedig nagy szüksége volt arra, hogy hosszan beszélhessen, mert soha nem hallgatták meg esetleg más helyeken. Direkt nem mondom, hogy otthon, nem akarok senkit megbántani. Nyilván nevek nélkül nem is kéne, hogy megbántódjon bárki. Viszont fontos a számomra az, hogy a megfelelő helyen kellene értékelni mindig azt a kisgyereket. Tehát nem szabad lenézni, és mindig bízni kell abban, hogy képes és hajlandó bármire, amit megmutatok neki ebből a világból. Hát így például úgy tanultunk írni, hogy írás közben, mikor már ugye volt egy kis gyakorlatunk, komoly zenét hallgattunk. Azt gondoltam, ez ugye instrumentális komoly zene volt, tehát nem volt rá semmiféle szöveg a gyerekek figyelmét, hanem csak a zene szólt. És odáig tudtunk eljutni, hogy 4-5 klasszikus zeneszerzőt már megismertek, felismertek a gyerekek a zenéjéről. Mondták, hogy ő Chopin, Vivaldi, és így sorolták. És azt gondolom, hogy ezt a nyitottságot, ezt a folyamatos érdeklődést, és azt, hogy folyton kérdezhetnek, ezt kellene megerősíteni mindig a gyerekekben, mert hogyha kérdezhetnek és választ is kapnak a kérdéseikre, illetve hogyha olvasnak a szüleik, illetve a környezetükben lévő emberek könyvet tartanak a kezükben olvasás céljából, akkor olvasóvá válnak ezek a gyerekek. Nagyon fontos felismerés volt a számomra, hogy akkor is, ha már megtanultak olvasni. Hát mondjuk minden összeolvasásnál hatalmas nagy ramazuli csapunk, nagy tapsvihar volt, mikor valaki összeolvasott két szótagot, vagy akár egy szó, és így örvendeztünk mindenkinek. Aki még nem ott tartott, azt bíztattuk, hogy a gyerekekkel együtt, tehát mi mindig összetartoztunk, mint a borsó meg a héj, ezt nem is tudom másképp mondani. És volt lehetőségük tévedni is, mert én is tévedtem. És mindig fontosnak tartottam azt, hogy elismerjem a tévedésemet. És ebből látták ők is, hogy nem katasztrófa, ha valaki téved, mert akkor ugye korrigálni tudja magát. Ugyanakkor pedig, tehát nagyon, én azt gondoltam, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek mindig kérdéseik, és hogy a tanulásról ne az legyen a véleményük, hogy ez egy nagy nyűg és egy nehéz dolog, hanem hogy hagyj gondolják azt, hogy az egy igazi élmény és öröm, hogy olvasni jó dolog, hogy együtt lenni is jó dolog, és egymást segíteni is nagyszerű dolog. És attól nem kell lenézni senkit, hogy ő még nem ott tart, ahol az egyik vagy a másik kisgyerek, aki előbbre jár valamiben. Mert akkor annak a kisgyereknek, aki még nem jár előbbre, abban, amiben ő ügyes, a másik területen tud az a másik kisgyerek segíteni. Tehát így kiegészítették egymást minden helyzetben. És
nagyon öröm volt azt látnom, hogy kíváncsiak maradtak a gyerekek, hogy a kíváncsiságunk fennmaradt. És hogy tudtam már nekik a végén, amikor már nagyobbak voltak, kutató munkát adni. Úgyhogy volt, hogy egyedül átlófráltak ötem hatan ide a könyvtárba. Igaz, hogy a folyosón az előadó soron rohantak, az igaz. Igaz, hogy letagadták, mikor visszajöttek, hogy visszafelé is rohantak. De az is igaz, hogy olyan komoly munkát végeztek mindeközben, és együtt tanultak meg gondolkodni bizonyos dolgokról, hogy ez is az épülésükre szolgált, én gondolom. Tehát én azt tartom a legnagyobb dolognak, hogyha az érdeklődést és a nyitottságot valaki előtt tudja mozdítani egy kisgyerekben. Erre igyekeztem nagyon ez alatt a 42 év alatt, amíg én ezen a pályán voltam. És tényleg nem tudom azt mondani, hogy dolgoztam, mert igaz, hogy voltak nehezebb napok. Volt például olyan, hogy egy kislány nem szólalt meg egyáltalán hónapokig. És hatalmas nagy élmény volt, amikor novemberben jött a logopédus, és ez csak egy kis példa, és mondtam neki, hogy édesem, hát most muszáj lenne, hogy mondjál ennek a nélinek valami, hogy hadd tudja meg, hogy te milyen okos vagy. Mert hát mondom, akkor hát tudnál jönni velem az iskolába. És az volt az a szellemi nap, amikor az a kislány évek óta először idegenek jelenlétében megszólalt. Tehát egész addig semmilyen intézményben nem, se a bölcsödében, se az óvodában nem beszélt. És én novemberben tudtam szóra vérni, hála Istennek, az óvodában napcsoportban, pedig hát szeptemberben kerültem oda. Nagyon nagy kincsek ezek az én szívemben és az életemben, amiket őrzök, becses kincsként őrzöm ezeket. Ez a kislány például elsőben színpadon mondott verset. És én tudtam azt, hogy nem ő mondja a legszebben a verset, és hogy ő nem fog tovább jutni. De ami biztos, hogy ő átélhette azt, hogy tömeg előtt egy igazi nagy színpadon a színházteremben verset mondhatott. Hát ezt az élményt ő tőle akkor azután senki nem tudta már. Hát most a napjaimban is úgy van, hogy megtartottam a dráma csoportomat, most már sétáló időn vagyok, tehát a januártól én is nyugdíjas leszek. És hát a szülői meg könyvtári, mondhatom így, hogy könyvtári kérésre is, mert hát az én szívemben is ez volt, hogy maradjon még a dráma csoport legalább egy évig, aztán majd meglátjuk. De nagyon nagy lelkesedéssel jönnek a gyerekek, és nagyon örvendezünk annak is, hogy egyáltalán találkozunk. De főleg annak, hogy hát a kortárs irodalmat, a kortárs költészetet igyekszem megszeretetni a gyerekekkel. Ez a legfőbb célunk, hogy a kortárs költészetet népszerűsítsük. És hát már 9. éve járjuk az utcákat meg a tereket, Pécset, a költészet napján, és így ünnepeljük mi, hogy kortárs költők verseit szoktuk elmondani. Ez legutoljára már abba torkollott, hogy az jutott eszembe, hogy miért ne lehetne egy felnőtt folytatása ennek a versmondásnak. Úgyhogy felkértem néhány pécsi költőt és barátomat, hogy a gyerekek után, mondjuk 5 órakor a Széchenyi téren elmondanának el egy pár verset az ő költeményeik közül. Ez meg is történt nagy sikerrel, úgyhogy ez is folytatódik majd 2020-ban is. Nagy siker volt, hogy a dráma csoport a 2015-ös poszton, a nyitó rendezvényen mondhatunk, tehát felolvasó színházat tarthattunk. Íjas Tamás Lackfi János a világ legrövidebb meséi könyvéből. Ezek nagyon rövid és nagyon vicces, nagyon jó kis mesék. Ezekből olvastunk fel néhányat a Széchenyi téren aznap. Tehát sok örömünk van. Azért van az, hogy így kicsit csapongva beszélek, igazából nem is tudnám abba hagyni, ha most János nem mondaná, hogy hagyjam abba, mert boldogság volt az egész a 42 év. Úgyhogy most magamra kényszerítem, hogy abba hagyjam ezt most. Ah, jó, köszönöm szépen. Átgondoltuk ezt a két részét, kicsit elmondani az életet. Csak nem ilyen hosszan kell. Tulajdonképpen minden. Viszont én a kezében van egy kötet, amit végig pedig a Gyöngyi nézett, fordított, megmutatja. Egy gyerekrajzon, ha ez rajz, vagy ez rajz. Rajz,
megszámoltam, 8 diája van Lacinak ilyen ceplős néven szerepel, mert azok adták a címát, egy gyerekrajzokat, és Éva, ha a Blankend, akkor még ennek a kötetnek a születéséről, a tartalmáról szól, és egy csomó, egy-két történetet belőle felolvasni. Jó? Örömmel, igen. Ez a kötet az úgynevezett búcsú kötetem, az utolsó, utoljára tanított osztályomnak számban búcsú ajándékként ezt a könyvet. Egy évvel előtte óta gyűjtögettem, hogy az elmúlt tanév évzárójára elkészülhessen, mármint hogy az anyagot, tehát a verseket bele. És hát azt mondtam a gyerekeknek, hogy pályázatra rajzolnak, mivel a rajztagozatos osztályban voltam osztályfőnök, ők nagyon-nagyon jól rajzoltak, és mivel tele voltak tanulátában pályázatokkal, nem volt feltűnő, hogy én ezt így elmondom. Később az évzáron, amikor átműtöttem a kötetet, bocsánatot kértem, mert tudják pontosan, hogy nem szoktam mást mondani, mint ami a valóság. És mondtam, hogy erre szükség volt, mert teljes titokban szerettem volna tartani, hogy ez lesz az ő ajándékok tőlem. Remélem, hogy egy életre szóló ajándék. Nagyon-nagyon örültek nekik, pláne amikor meglátták a saját rajzaikat a kötetben. Ami még nagy dolognak tartható, vagy amit én nagy dolognak tartok, hogy a fülszöveget Izsó Zita kortárs költő írta, és az itt van belül. És a hátsó borítóra pedig az a tisztességért, hogy Levente Péter és a felesége Levente Ildikó, tehát a bizonyos drága munka Miki és a felesége, az író Levente Ildikó írtak ajánlást. Nem is akármilyen ajánlást. Amikor a gyerekek elolvasták a kötetet, kaptam visszajelzéseket. Akkor már nyári szünet volt, ugye, mert az utolsó napon adtam el. Csebben, számítógépen kaptam visszajelző üzeneteket, és hát mindenki nagyon boldog volt. Volt, amelyik amikor lefotózta a kisgyerekét a könyvvel a kezében, amint bújja a könyvet, és hát oda írta, hogy ez van minden este. Tehát, hogy nagyon örültek a gyerekek, pláne így, hogy együtt alkottuk meg ezt a könyvet. Hát nagyon, ugyanannyira nagyon nagy részük van benne, mint nekem. Ennek a versnek az a címe, hogy támogató. Ma volt az iskolai hangverseny. Bérletes. Amikor a hangok versenyeznek, nem mi. Mi még kicsik vagyunk. De a Jócsi néni szeretné, hogy értsünk a zenéhez is. A Peti mellett ültem. A mély hangú bácsi bemutatta a hangszereket. Alaposan megnéztük a cipőjét a Petivel. Az apukám is ugyanilyet kapott a szülinapján. Az anyukám azt mondta, egy fél havi fizetés. Ezért a nagymamáik is beleadtak, csak így tudtuk megvenni. Családi ajándék a szeretet miatt. A bácsi elmondta, hogy létezik az oboa és a támogató. És az egy magyar hangszer. Afrikai rózsafából készül. Nem értettük a Petivel, hogy lehet afrikai, ha magyar. És hangosan gondolkoztunk rajta, amikor a Júlcsi néni ránk visszent. Épp ott tartottunk, hogy biztos azért támogató a neve, mert az afrikai éhes gyerekeket támogatja. Igen, a nagymama is megmondta, hogy mindent meg kell enni, mert sokan éheznek. Mi pedig azt beszéltük meg a Petivel, hogy mától támogatjuk az éhező gyerekeket. Amikor itt tartottunk, a Jócsi néni másodszor is ránk visszentett. Szép volt a hangverseny, a támogató lett a győztes. Egyből mentünk ebédelni. Nem ettük meg a sütit az éhező gyerekek miatt. De a konyhás néni azt mondta, nem tudja elvinni a gyerekeknek Afrikába, mert most fáj a dereka, és nem bírná ki a hosszúkat. Inkább együk meg a finom sütit. Így hát, megettük. Mert már amúgy is hangosan morcogott érte a gyomrunk. Most azon gondolkozunk, hogyan utazzunk Afrikába a Petivel?
Majd megkérdezzük a Katit, hát ha tudja az utat. Mert ő úgy is folyton a tévét nézi. Fél évi bizonyítvány. Már mindannyian nagyon izgultunk, mert Jócsi néni azt mondta, pénteken megkapjuk a fél évi bizonyítványt. Ez azt jelenti, hogy zárjuk az első fél évet az e-naplóban is. Azt nem tudom, miért kell bezárni. Erről az jutott eszembe, amikor véletlenül kulccsal bezártam a szobám ajtaját. Utána már nem tudtam kinyitni. Apukámnak szét kellett szedni a zárat. És minden csupa olajos lett, még a törölköző is. És az ajtó azóta nem olyan jó. Talán akkor most már nem lesz olyan jó az iskola. Jócsi néni azt is elmondta, hogy az új fél évben már nagyobbak vagyunk, már tudunk olvasni, írni és számolni, csak az Ottó nem, és már nem számítunk óvodásnak, csak az Ottó. Ő kettőnek számít. De ezt nem mondta a Jócsi néni, csak gondolta. Mert épp úgy nézett, mint amikor az Ottó anyukájával erről beszélt a folyosón. Hogy az Ottó esem is, hallottuk a Petivel. Nem értem, miért számít Ottó kettő óvodásnak, pedig ő is csak egy bizonyítványt kapott. Láttam. Amikor az én nevemre került a sor, még a kezem is remegett. Pedig anyukám este felolvasta az e-ellenőrzőből, hogy kitűnő leszek. Mégis attól féltem, hogy éjjel valaki átírta. Szerencsére nem. A magatartás példásnál Jócsi néni furán körültet. Majd nekiadom a kabát zsebemből a mézes faringok rontot, hogy neki se fájjon a torka. Nagyon szépen köszönjük. Kérem szépen, ha hozzájárulnak, akkor ebből a kötetből, ez a Szómadarak címet viseli, ezek hajkuk, tehát azok az egy mondatnyi bölcsességek, amelyek ma egyébként formájában elég divatosak, az én ifjúkoromban ezek még nem voltak jellemzőek. Ha megengedik, akkor ebből néhány dolgot. Először egy ajánlás. Ez egy érdekes dolog volna, majd a végén megmondom, hogy miért tartom annak. Amikor először találkoztam Hajnaléva verseivel, a hagyományos hajku formának megfelelő tartalmat vártam. Szavakból alkotott, természeti jelenségeket rögzítő, a költői énre csak utaló villanat éveket. Téved. Ezeknek a verseknek legfőbb vonzereje a pontos, objektív leírása mögötti abszolút én központuság, egy végtelen adásmágyjal, szeretetésséggel megáldott, megövelt ember, pedagógus, anya, és mindenek felett nő kitárolkozása, sóvárgásainak és beteljesüléseinek kifejezése. Ezek a hajkuk a maguk személyes módján műfaji határokat áttörve a legnagyobb földi kincsünkről a levegő, víz, élelem fontosságú szeretetről és szerelemről szól. Kívánom a versek minden olvasójának, hogy Hajnal Éva üzenete hozzá is el. Dr. Lénárt István, oktatáskutató, matematikus, ELTE, az Eötvös Lórán Tudományegyetem természettudományi kara. Hát ezt azért tartottam fontosnak, mert még sok ilyet lehetne olvasni, többen. Matematikus. Valahol ez az ember nyilván, én csak úgy körülbelül ismerem őt, hallottam róla, meg olvastam ezt tőle,
összecsúfolódott. Hát engedjék meg, hogy néhány példával illusztráljam ezt. Álmaim, kamasz mezeim, kertbe tűznek nevetéseim. Örömüldök él a fák alatt, ziccenő, bíborkovárban. Süteményém ott, sejjel szaladján, álom úszik édesen. Dermesztő a tél, nevestésed most másképp hangzik, lágy szemlő. S még kettő. Ablakom nyitja a téli hajnalt, sejmét ontja a kémi. Deres hajadra meg annyi ópihe ült, észrevétlen. Tessék nekem elhinni, hogy csodálatos kis sorok ezek. A bölcsességnek és a szépségnek valami különleges keveréke, legalábbis én így érzem. No, hát, ahogy ez lenni szokott, megint Gergő következik, bocsánat, Sipos Gábor Gergő következik, ott valamit látszik, valami végleg összetört című Éva vers megzenésítése.
Ezt a kötetet szeretném mutatni. Ennek a tetszenek látni ugyanezt kirányítva, ez nagyon fontos. Ezeknek a verseknek a mottóversét felolvasom. Bizonyára tetszenek emlékezni rá, hogy a mottónak mekkora jelentősége van a költészetben, Adi voltának a nagymestere. És hát hál' Istennek van, létezik ilyen ma is. Ez a lehetne vers. Csak röviden pár mondat. Lehetne vers. Lehetne lakcipő. Harisnya hosszú combomon. Lehetne csipke gallér. Vagy efféle hajcipő. Lehetne elmélet. Csak ráncolnám homlokom, lehetne okulári, vagy szeplő az orromon. Lehetne hópián, kis sóhajtás egy dallamon, lehetne kis madárka, pázolós az arcomon. Lehetne vers ez itt, vagy gondolat, mi majd kinő, lehetne csinnadratta, vagy efféle. A következő, megint Gábor következik. Mielőtt felolvastam a következő verseket, engedjétek, hogy mondjak valami, megint egy általánosságot. Az irodalomnak azt hiszem, az igazi titka az valahol ott van, hogy
szomszéd, amit mi is használunk, amit tudunk, ahogy gondolkodunk, ahogy érzünk, hogy a hangulataink meghatározzák a világot, ezek valami olyan képekbe fejeződnek ki, amelyhez már külön tehetség kell. Akinek van, az a költő. Akinek nincs, az vagy nem csinál ilyet, vagy egyszerűen nincsen csinál helyette. Valami könnyű út lehet ez, nem tudom egész pontosan hogyan van, könnyű lehet az, hogy azokat a képeket, amit mindenképpen használunk, ezeket a költészet, az irodalom szóképeknek nevezik, ezeket a képeket valójában azért használjuk, hogy szebbé, értékesebbé, sokoldalúbbá, gazdagabbá tegyük azt, amit mondani szeretnénk. Amit mondani szeretnék, az pedig valamilyen gondolat, valamilyen hangulat, valamilyen érzés. Azt hiszem, az igazi nagy emberek mindig azt mondták, hogy a gics az a legnagyobb csalás, amit az irodalom, a művészet nyújthat. Hampas Béla egyszerűen hazugságnak, az emberek becsapásának nevezte például. Én amikor ezeket a verseket átnézegettem, nem tagadom, nyilván vadáztam ezekre a képekre. És nem találtam egyetlen olyat sem, amit az én nem különösebben nagy tudományommal annak gicsnek lehetne nevezni. És ami még fontosabb, és akinek volt vagy van kisgyereke és kisunokája, az pontosan tudja, az ember beszéde az a zenével együtt születik, az ember képességében. Biztos találkoztak már azzal, hogy a kisgyerek az elénekli, szinte énekelve mond verset. Ez valószínű, hogy így furcsán és kezdetlegesnek tűnhet az ember szemében. De ha arra gondolunk, hogy ez benne van magában az emberben, és ezt majd aztán a felnőtt kor szépen kiírtja belőle, kár érte, de hát persze ez már így van. Úgyhogy engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy olyan költővel találkoztak ma, akinél a kép is, a zene is a legmagasabb szinten működik. A Vándor című vers következik. Messziről jött csönd vagyok ma már, lábnyomomba szedő lépeget, fűszálak közt apró sóhajok, kihűlt lángok lobbanása reng. Talpam alatt békesség az út, tenyeredből életem pereg, homlokomon hegedül a szél, szempillámon gyöngysor szendere. Pihető madár a csönd maga, kabátomba reszkető meleg, szívverése apró dobbanás, szárnya mögött elrejtőzhet. Messziről jött most a csönd nagyon, kabátomról életem pereg, szempillámon pihegő a szél, talpam alatt gyöngysor lépeget. Homlokomon a békesség az út, lábnyomomban fűszál sóhajok, szívverése mereszkető madár, szárnya mögött most is ott vagyok. Egy másik vers. Hétköznapi. Megrendítően hétköznapi ez a hallgatás. Nincs benne semmi különös, csak a szőnyeg rojtjai, ahogy össze-vissza állnak, és bódultan figyelik a megsemmisülés pillanatai. Csak az asztal, ahogy itt meghúzódik, félhomály bugyoréba dőlve, vagy ez a pislákoló lámba fény, ami ezért mégis láthatóvá változtatja itt a láthatatlan messzeséget, a kibonthatatlan elmúlását a
mozdulatoknak, vagy ez a pohár itt az asztal sarkán még talán le is eshetne, ha nem hagyna nyomot, ha nem volna úgy behatárolva és oda ragasztva láthatatlan porcikákkal talpa körül. Nem gondoltam, hogy megjelenít hallgatásodnak ez a felső foka, amelyben még tavak járják úttalan utaikat, mélységeik minden homok szemét a monoton muzsikánál, hormonban. Én nem tudtam. Nem tudtam, hogy ilyen nehéz visszaforgatni a szótagokat, hogy mondatokká tordásszák magukat torkodban. Nem gondoltam, hogy minden olvasti való kifoszt majd, amit kezed. Hogy elolvasva kirekesz majd ebből a földi létből, ebből az időpillanatból is. Hogy félszedegeti életmorzsáidat, minden maradandó emlék nyomat ebből, a folyton emlegetett örökké valóságodból. Egészen hétköznapi jelzőké szakadoztunk. Már alig idehető alakodott bámulom, magaddal ülsz a messzeségben, és épp felolvasol valami fontosat. Zárójelbe 25 év hallgatás emlékére. A költészet egyik örök témája szerelem. Muzsikában búvó madár. Puha álom apró tanyán, aratáson szalma illat, harmat, amit hajnal ringat. Fák tetején esti szellő, nagy hidegben menekkendő, égi csillag, száz merengő, csend, mit tenyeredben tarthatsz. Sejjel fűben ágy, hol alhatsz. Tó van. Kavicsopanások, arcodban lángrobbanások, mosoly, mit már sosem rejtesz, nyári patak, tánc, mit lejtesz, télen kabátodba bújva az, amikor csókolsz újra, tűz, amit csak öled rejthet, tavaszilladban a kertek, sóhaj, őszi fák ölében, lépések a hófehérben, egyszerű csend, kéz a kézben, élet Isten tenyerében. És van, következik meg én a zene. De a morra. az, amikor csókolsz újra,
Búcsúzkodó. Lánkom óvatosan körbére nyál is, ékes csipkefüggöny, lágyon szösztötölöm, mint fénygyöngyökből felfűzött kalár is, mely karcsú nyakam évén tűnök. Még lassulnak a szívből nevetések, szürke arkonyórán zárom ablakom, nézd, langolét árnyak feketélnek, bolyhos takarómon, álmom oltatom. Már megfáradt a mező muzsikása, kopott kofferba pakol néhány madár, épp hunyorgat még mind a fény, az árva, tárkas tánc parkettjén senkit nem talál. És bár bensőmben a csend több szólamon, stólás vállamon, az angyal szomorú. És Gábort az őszi dallal. Szízzel a lépteimben, védeleimben a vég, átadom azt a szívem. Szusszon a fényen az es, vigó a hangja le, átüt a lánga való, szívzúgása le. Szép takarója alatt, visszafogott a nő, szemfogadában a fény, karma zsines kizei, erdei csendroszolja, fátyula az idő, lágyosul futott. Utolsó versünk. Ezzel a verssel ma reggel találkoztam, ez a legfrissebb. A vers címe Keleti, a Keleti pályaudvarról szól. Áporodott szagú a pályaudvar, éhes madarak totojáznak a flaszteren, utasok jönnek, mennek közöttük, beszélgetnek, bosszankodnak, nemetnek, kisgyerek sír, a pad mellett kuka, ételmaradékok csordulnak ki belőle, épp mint egy felboncolt ember belső szervei, összevarhatatlan sérülések foszlányai bűzölögnek. Utcaseprő bámaszkodik unottan, kezére ég a csík, de még beleszív egy utolsót. Láthatatlan messzeségben réven, kövérnő koszos kardigánya zsebében keresgél, lája, dühösen elsiet, egy másik épp rúzsfoltos fogát törölgeti, kiigazítja az elkapkodott sminkjét, a fal mellett kérekedtők suttogva osztják fel a terepet, még várnak valakire. Végre megérkezik a szervény, elegáns kabátban fiatal nő, illatos József Zeigbel cipőben lépeget, Gucci táskája mélyéből előveszi helyenjét, telefonon hívják, üvöltve fröcsögi válogatott káromkodásait, folyamként ömlik kömény illatfelhőjén keresztül a mocsok, kell
hétfő, fél három. Magyarország. Hát kérem szépen, nagyon kedvesek voltak, és nagyon jók voltak hozzám, hogy eljöttek, meghallgatták. Bocsánat, megint átjelentkeztem. Nem szoktam én mikrofont használni, tudok én beszélni. Nos, azt szeretném mondani, hogy van még egy tudják, milyen hizelegő dolog ez egy tanár számára, hogy találkoztam én már néhány jelentős emberrel, de hogy életem végén megajándékozik a szeretet, meg ez a formája, hát azért az nem akármi. Kívánom maguknak is Jézus születéséhez közeledve, hogy ebben a gyönyörűségben, meg örömben részesüljenek a családjukkal és mindenkivel, aki még van. Hát kérem szépen, én hozzájárult, hogy Zoránnak ezt az édelvezi nevezetű, nem tudom egész pontosan, jól ejtem-e ki ezt a szerb szót, ezt a számát adjuk zárásul. Az eleje az agyarnak a másik része, ha a műnek szerből van, de nem is ez az a lényege, hanem Zorán, ahogy van. Köszönöm. Yeah.
Ezt az állít úgy megkonferálnom, talán észrevették az első sort, hogy hív a hajnal. Hát, hogy a hajnal nem is hív bennünket, a hajnal verset hívnak bennünket. És kívánom maguknak, sok-sok örömük legyen benne, mert maguk még olyan fiatalok, hogy boldog voltam és büszke voltam arra, hogy kétszer is szóvá tehettem azt, hogy hajnalévát én jeles költőnek tartom, és akkor nem maradt más tisztelni, nekem is megköszönni, hogy itt voltak, meghallgattak bennünket, Évának és Jánosnak, hogy megtartották ezt a bemutatót. Évi, neked nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, mert elfogadtad a meghívásunkat, fogadd el szeretettel, saját kézzel borítottam valamit, de hadd esekedjek. Igen, és egy nagyon szép koeljó idézetet írtunk vele, ha van kedved, ezt kérlek, majd olvasd fel, úgyhogy bonts fel. Annak emlékére, hogy itt jártál nálunk. Jánosnak is szeretném megköszönni, igen, hogy itt segített nekünk ezt a programot. Ugye én nekem kényelmes fogyasztalmányoségást nagyon szépen köszönjük. Egy kis villámú vagyunk, ahol... Még valami zárásként, ha megengednek, amit hallgattam ezt az egy órát, nekem a festmények, a zene és a vers, ez a három művészeti ág, egy hölgy, egy személy köti össze, Hajnal Éva. Ugye, mert a Kovács Emil Lajos festményeit Éva ihlette és verseket írt hozzájuk, Éva verseihez pedig zenét szereztek, tehát a személyet kötötte össze ezt a három művészeti műfajt össze a mai délutánon, ami szerintem nagyon nagy élmény volt, nekem legalábbis. Ezt muszáj volt elmondanom, ugye gondolom ezzel egyetértenek önök is. Kooperációba dolgoztunk, mert hogy a művelődési házból Örbei Lacit, és nagyon szépen köszönöm a technikai segítséget, a szakadozás az wifi, tehát ez tényleg technika, és ezt legközelebb meg tudjuk másképp oldani majd. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és akkor most Lizának adnám mindjárt rát a szót, de még két mondat. Vannak értékelő lapok, adunk majd tollat, ezt már ismerik, vélemény a programból, legyen egy kedvesebb számunkra ezt kitölteni, mert sajnos, vagy nem sajnos a munkánkkal együtt jár és hozzátartozik. Illetve arra hívnám még fel a figyelmüket, holnap lesz nekünk egy kiállítás megnyitónk itt, Pongrácz Éva művésztanárnak a divat bemutatója lesz itt, és annak a ruhái vannak már itt föltéve. Ki pedig mennek, ha van kedvük, nézzék végig, illetve holnap délután 17 órakor erre a meghívóra szeretettel hívok bárkit, akinek kedve van, és még visszajön ezekben a sötét késői órában délután. 7 órakor tudom, hogy ilyenkor már nem szívesen mozdulni senki otthonról. Ha kedvük van, akkor jöjjenek holnap is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltak és elfogadták ezt a meghívást. Átadom, hogy most Lizának a szót. Én is hálásan köszönöm Évának, Jánosnak és Lacinak, hogy ezt a szép órát ide varázsoltátok nekünk. Nagyon örül a lelkem, hogy a Nyugdíjas Klub
tagjai kívül, itt volt kollégákat látók, és olyan jó érzés, hogy ez a szeretet még minket, a nagy ARK-s szív összeköt, és hogy János, Éva, és itt vannak a kiváló, kiemelkedő pedagógusok, mert mondható, hogy az, és azért nem tudom megállni, hogy ne mondjam el, hogy én, mint a mikor még a művelődési ház vezetőjeként sok rendezvény közösen csináltunk Évával, láttam, és tényleg udvariasság nélkül mondhatom, hogy az ő gyerekei voltak azok, az ő tanítványai, akikkel kontaktust tudtunk létesíteni, egy élő kapcsolatot, akik köszöntek a folyosón, akik bejöttek és fedézték a kiállításokat, akik emberül képesek voltak beszélgetni, a pici gyerekek emberül, tehát fantasztikus. Az az élménypedagógia, ahogy az Éva a tanítást, mint nem munkát, hanem mint művészetet művelte, az egészen kiváló. Egyébként, akik itt vannak, volt kollégák, mind abba a kategóriába tartoznak, úgyhogy nem véletlen, tehát hogy egészen különleges pedagógus egyéniséget. Vagy pedig ennek kellene lenni az átlagosnak, ami sajnos e pillanatban nem így van, de nagyon reméljük, hogy azért kiváló gyerekek vannak, és majd lesznek, meg még akadnak azért kiváló pedagógusok is, de mi kell ahhoz, hogy kiváló legyen valaki? Az a fajta szeretet és érzékenység, bármennyit beszélhetünk, hogyha nincs az a vágy arra, én így szoktam fogalmazni, hogy vágy arra, hogy meghódítsam a gyerek lelkét. Mert bennem, amikor tanítottam, akár felnőtteket, akár gyerekeket, az volt, hogy hú, el kell adnom magam, és meg kell, hogy hódítsam, hogy értsen engem is. Én értsem őt, szóval ez. És az Éva ennek egy kiváló mestere, és hogy itt a nyári táborokban milyen varázslatok voltak, hát ezt el sem tudom mondani. De gyerek, szülő, kolléga, mindenki azt mondta, hogy hát ez a játékos tanítás, az élmény pedagógia csúcsa. Úgyhogy, na most pedagógusról beszéltem, és költővel találkoztunk. Most ugyanez visszajön egy másik síkon, egy olyan fajta kreativitáson keresztül, egy olyan fajta más szimbólumrendszeren keresztül, ami úgy van összerakva, ami a nagyon érzékenyek lelkét érinti, és az én lelkemet megérintették ezek a mondatok, és nagyon sok mindent megértettem belőle, amit nem mondtunk ki eddig sohasem, és ez egy nagy csoda, és azért jó eljönni ilyen alkalmakra, estekre, mert mindig egy picit hozzáad ahhoz az emberhez, aki írta, és a személyes jelenlét meg a szerénységed, ami benned van, a szépség és szerénység, úgyhogy mindent elmondtam, mert én szoktam udvarolni az Évának, amikor találkozunk. Úgyhogy jó egészséget, boldogságot, örömet és sok alkotást kívánok, és köszönöm. Egy pici kis ajándék a nyugdíjaskomtól. Jánosnak is nagyon köszönöm. És a Jánossal, kedves nyugdíjas társaim, akik most itt vagytok, ugye én a nyugdíjas klub vezetője vagyok, Hényel Magdika utódja most már egy éve, talán egy éve, és így mi egy nagyon lelkes és nagyon aktív társaság, ezt Gyöngyi is igazolhatja. Mindig örülünk, hogyha értékeket találunk, és hogy itt lehetünk veletek. Jánossal jövő héten csütörtökön találkozunk, nem itt, hanem lent a szokásos helyünkön, és Vacival is. Úgyhogy akkor még egyszer megköszönjük majd a munkát. Nagyon köszönöm nektek, és azt is, hogy itt lehetünk. És Iván, felolvasod, akkor átadom a mikrofont. Tehát akkor köszönöm szépen idézet. A naplemente is olyankor a legszebb, ha szabálytalan felhők borítják az eget. Mert csak úgy mutatkozik meg az a sok... Nem látok. Nekiugrom még egyszer. A naplemente is olyankor a legszebb, ha szabálytalan felhők borítják az eget, mert csak így mutatkozik meg az a sok szín, amelyből az álmok és a versek születnek.
Ezzel jutós érzettünket, Évi ilyen idézet után kötelező vele verseket írni. Arra használ egészséget, és köszönjük. Köszönjük szépen!